Kenobi már a markunkban van. Sokaknak ismerősen csenghet Darth Vader hangja az Obi-Wan Kenobi sorozat előbbi részletéből, pedig akit hallottatok, Kránic Lajos már több mint 15 éve elhunyt. Most egy forradalmi, mesterséges intelligencia alapú szoftver feltámasztotta a legendás színész hangját, ez pedig legalább annyi kérdést felvet, mint amennyit megválaszol. A Respeecher egy Kijev központú ukrán startup cég, amely egy olyan mesterséges intelligencia alapú szoftvert hozott létre, amely a hangkarakter sajátosságait machine learning algoritmusok segítségével megtanulva képes átalakítani a rögzített beszédet. Hi, my name is Aaron. Egy másik ember hangjára. Hi, my name is Aaron. A Respeecher technológiája már Hollywoodban is helytállt. Idén például az Obi-Wan Kenobi című Star Wars sorozatban fiatalították meg Darth Vader mondatait, miután az évtizedeken át hangját adó James Earl Jones időskora miatt visszavonult. A cég modellje először megtanulta élethűen utánozni a színész 1970-es években rögzített hangját, majd az ukrán csapat az általa a sorozathoz most felmondott mondatokat megfiatalította. Így a 70-es évek Darth Vaderét hallhatjuk a Disney Plus-on látható hivatalos verzióban. I am what you made me. There was the time where I think it was a couple of months before the invasion started. So that kind of made the project especially epic for us in certain ways. Dimitro Bielivtsov a startup társalapítója és technológiai igazgatója, akivel többszöri próbálkozás után jött csak össze az interjú, mivel a Respeechernek otthont adó Kijevben a háború miatt rendszeresek az áramkimaradások, ami a cég működését is megnehezíti, nem beszélve a munkakörülményekről. People who worked on the project had to work on it from like bomb shelters, and we worked from bomb shelters on other projects as well. So it was a tough time, but we made it. It was I don't think we delayed it at all, because it was maybe up to one day of interruption in total. When there's no power, people have the batteries and the generators, and some people have Starlinks and the fiber optic internet connection. So it seems like we're holding up pretty well. A háború ellenére a Respeecher teljesítette a Lucasfilmnek tett vállalását, a startup cég pedig a sorozat stáblistáján is látható. Erre figyelt fel Mónos Balázs, a Synchron Junkie főszerkesztője, akiben azonnal felmerült a kérdés, vajon magyarul is működne a Respeecher találmánya, annyi nehezítéssel, hogy nálunk nem fiatalításról, hanem feltámasztásról lenne szó. Megkerestem őket ezzel a projekttel, ami nevesül az volt, hogy Kránic Lajos színművész, aki már ugye elhunyt, az ő hangját megpróbálni rekreálni a technológia segítségével, és hát kicserélni tulajdonképpen a leszinkronizált sorozatban Horányi Lászlót, aki Darth Vader magyar hangja lett. Adja meg az útirányt, kapitány! Azonnal indulunk a Jabimra. Kránic Lajosra, azaz kvázi visszamenni az időbe egy kicsit, és a technológia segítségével megidézni a legendás szinkron hangot. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, Balázsnak legalább 40 percnyi zaj, zörej és zene nélküli hangmintára volt szüksége Kránic Lajostól, amit a hangeffektekben és híres dallamokban bővelkedő Star Wars filmekben hiába keresett volna. Ráadásul a színész hangját a sisak miatt alapból el is torzították. Én vagyok az apád. Így a mintákat leszinkronizált Dallas epizódokból szedte össze. Hol a fenébe voltál, amikor a férjednek szüksége lett volna rád? Nem bírtad elviselni a küzdelmet a Ewing olajtársaságért? Nem értettél egyet vele? Hát szépen faképnél hagytad őt, és elmentél Dél-Franciaországba a kedvenc tenyészbicsáddal egy kellemes kis hancúrozásra, hogy nyalogasd a sebeidet. Ez alapján a Respeecher megtanulta Kránic Lajos hangját. Már csak a Kenobi sorozatban elhangzott mondatokat kellett felmondania valakinek ahhoz, hogy az ő hangján szólaljanak meg. De vajon bárki megfelelhet ennek a célnak? A legkevésbé sem. Ez nem úgy működik, hogy akárki, akárkivé tud változni. Ehhez komoly színészi teljesítmény is kell, hogy átvegyük azt a fajta beszéd stílust, ahogy a másik, úgymond a célszemély használja a saját hangját. Felkértem egy magyar színészt, aki egyébként ismerte Kránic Lajost, közös társulatban dolgoztak, sokszor találkoztak, tehát megvolt az a fajta ismeretanyag, ami szükséges ahhoz, hogy ő tudjon Kránic Lajososan beszélni. Nevesül Földi Tamásról van szó, az Aktív Szinkron Stúdiónak a vezetőjéről. Felhívott, hogy lenne valami
projekt, amit meg kéne csinálni. Kellett azért egy bizonyos mélység hozzá, hogy azért ne egy női szoprán mondja föl ezeket a dolgokat, bár a technika csodákra képes. Illetve hát kellett az a stílus, amit a Lajos ezekben a filmekben csinált. Ő egy ilyen nagyon szépen vonalasan beszélte, mint Darth Vader, tehát ő nem lelkesedett semmiért, mérges volt, de egyébként ő kijelentette az utasításokat. Mellőzze az udvariaskodást! Azért jöttem, hogy a lemaradásokat behozzák! Így szépen mondatról mondatra fölvettük több verzióban ezeket a mondatokat, amit ők azután megcsináltak. Nem őket kell megtörnünk. Nem őket kell megtörnünk. Szép munkát végeztél, fő inkvizítor. Kenobi már a markunkban van. Kenobi már a markunkban van. Támadást megkezdeni. Támadást megkezdeni. Hallom benne a Kránisz Lajost, és valószínűleg egy laikus, aki nem tudja, az a Lajost fogja hallani. De mivel tudom, hogy én voltam, én hallom magamat. De ez lehet, hogy csak az én fülem, ezt majd a nézők eldöntik. Was it part of your initial plans to bring back deceased movie stars' voices to movies? Yeah, this was one of the first things that excited us. We can bring back these like legendary historic voices that people you know people know and love, and they want to hear some more from them. For a while, our main focus was on movie production, because it's kind of excited us, and we were trying to get the best quality out of it. One of our most famous projects was probably the voice of Darth Vader in the Obi-Wan Kenobi series, but we also did Luke Skywalker and stuff. I will give my life to protect the child, but he will not be safe until he masters his abilities. But then also we started getting into gaming industry, and I guess another big project is a recognizable one is the recent God of War game. Yeah, exactly. Healthcare, also really cool, because something we're kind of looking into, because there are people who, for example, have throat cancer and they have their larynx removed. So they have to use these devices called electrolarynx. So their voice kind of sounds unnatural because of that. Mm-hmm. And by using sort of like real-time voice conversion, you could have their original voices back, essentially, for voice calls or Zoom meetings and stuff like that. So that's also pretty exciting. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. Na de vissza a szinkronhoz. Először is lássuk, milyen előnyökkel járhat a Rispeacher a magyar szinkron számára. Holnap a parton egyáltalán nem kell majd cipő. A technológia előnye az egyértelműen az, hogy képes felgyorsítani a szinkronnal kapcsolatos munkát. Olyan emberek hangján is meg tud szólalni akár egy adott színész, akik már nem élnek, így fel lehet támasztani elhunyt színészeket is, vagy olyanok, akiknek megsérült a hangjuk, azoknak ki lehet javítani, fiatalítani lehet a hangját. Tehát igazából itt egy hangdublőr kell. Tehát nem több, ez egy hangdublőrködés. Egy adott helyzet dönteni el azt, hogy most ez milyen szinten történjen. Tehát lehet, hogy lenne olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy na itt kéne 5 mondat és nincs meg, az rendben van. Egy teljes film esetében azért már macerás a történet, és ami másik, hogy nem is biztos, hogy van rá idő. Tehát az, hogy most én fölveszem, kiküldöm, megcsinálják, visszaküldik, ahhoz a megrendelő is szükségeltetik. Én azt gondolom, hogy teljes film esetében sajnos csere, de mondjuk egy pótlásnál használható lehet. És melyek lehetnek a technológia hátrányai? Azért nem nehéz elképzelni azt, hogyan lehetne ezt rossz indulatúan kihasználni. A Rispeacher próbál odafigyelni arra, hogy ez ne legyen. Nekem is, amikor ezt a rendszert, vagy ezt a folyamatot végig zongoráztuk, akkor külön oda kellett figyelnem, hogy begyűjtsem megfelelő írásos engedélyeket, felhívták a úgymond jogtulajdonos, tehát a Kránitz Lajosnak a családját, írásban engedélyeztetni kellett velük több körben. Viszont nem nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk akár egy politikai kampány során hogyan lehetne visszaélni egy ilyen típusú technológiával. Right now there we have a library of existing voices that you can use, and those voices belong to like real people, but they're anonymized, and we have their permission to use the voices in the marketplace. And this is how we kind of protect our technology from being abused. So currently, we don't allow people to submit their own voices to the voice marketplace.
Another layer on top of that is that there's also like a huge area of research happening on deepfake, on like synthetic speech detection algorithms and watermarking. And it's not only us who kind of work on that, but there are also companies like YouTube or Facebook or Twitter. They all work on making, you know, automated synthetic speech and synthetic video detection systems. And those will only get better and better. So I think that's kind of another layer of protection that will reduce the risks in the future. De vajon mit szól majd mindehez a magyar szinkron szakma? Jelenthet veszélyt a szinkronból élő színészek megélhetésére a mesterséges intelligencia? Tömeghisztéria, pánikroham, és menekülünk, és azonnal követeljük, biztos lesz, mert ez egy ilyen szakma. Magyarok vagyunk, ugye? Illetve hát színészek, és ez így összerakva, ez így egy halmozottan hátrányos helyzet. Biztos, hogy lesznek, akik elkezdik majd, hogy jaj, Istenem, én azt gondolom, hogy nem kell ettől félni. El tudom képzelni, hogy lesznek olyan szinkron színészek, vagy akár színészek, akiket kevesebbet fognak hívni emiatt. Azt is el tudom képzelni, hogy bizonyos szinkron stúdióknak a működése, például akár a hangalámondások esetében, maga a folyamat meg fog változni, és kevesebb szereplő hamarabb tud befejezni egy ilyen munkát, ami rövid távon jelentheti a feladatoknak az elveszítését, hosszú távon azonban akár egy teljesen új, hát szakmának talán nem nevezném, de teljesen új munkakörnek a létrehozását jelentheti, hiszen egy ember, ha több ember hangján kell tudnia beszélni magabiztosan, akkor azért az egy másfajta képességkészletet igényel, mint akkor, amikor azt mondom, hogy bemegyek és elvégzem azt az egy feladatot, amire hívtak. Ez a szinkron nem jelenti le veszélyt. Ez egy olyan lehetőség, amivel ezek szerint lehet élni. Kizártnak tartom, hogy most elővegyék, és minden a régi szinkron hangon fog megszólalni. Ehhez az kell, hogy ne adásba kerüljön, tehát magyarul ne az legyen, hogy 2 hét múlva lehet, tehát legyen rá bőven idő. Illetve kell tényleg egy megszállott, akinek rengeteg pénze van, mert hogyha én ezt, vagy a Balázs ugye ezt így magánhasználatra kérte, ezért a cég úgy áthozza. Úgy, ahogy én is azt mondtam Balázsnak, mivel ez neked lesz, nem pedig ezért, én nem kérek semmit érte, kaptam. Nagyon finom egyébként. Ez nagyon sok pénz kell, hogy ezt te úgy akarod vállalni, hogy ez megjelenésre. Én azt gondolom, hogy ez nem veszélyezteti a magyar szinkron készítőit és a színészeknek a pályáját. Az tehát kiderült, hogy bármire, azonnal és olcsón nem alkalmas a Respeecher, a feltámasztásra viszont bizonyítottan igen. Ezért picit tovább vittük a gondolatkísérletet. Hogy hívnak? Shrek. Amikor bejelentették, hogy 5. Shrek film készül, a magyar rajongók többsége nem volt túl boldog, hiszen a nagy zöld ogre egybefort Gesztesi Károly hangjával, a népszerű színész pedig 2020. januárjában elhunyt. Az ukrán startup technológiája segítségével mégis elképzelhető, hogy ismét Gesztesi Károly hangján fog megszólalni Shrek? Egyértelműen igen. Gesztesi Károly ugye nemrég hunyt el, az ő felvételei megfelelő minőségben állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt fel lehessen használni egy ilyen projektben, tehát akár a Shrekben, akár bármilyen más típusú filmben az ő hangja megjelenhet. Shrek az Gesztesi Károly volt, tehát a Jockey Ewing, a Kráni, tehát Shrek az a Gesztesi volt. Mi kell ehhez? Egyrészt nyilván az úgymond örökösöknek a hozzájárulása. Tehát, hogyha az ő családja ezt nem szeretné, vagy nem érezné magát komfortosan ezzel, akkor értelemszerűen ez nem jöhet létre. Én azt gondolom, hogy a család hozzájárulna, tök mindegy, hogy anyagi vagy emlékezet szempontjából. Szerintem inkább a megrendelő oldalon vett föl kérdés, hogy vállalja el mondjuk a megrendelő azt a költséget, hogy fölvettük a színésszel, ki kell fizetni, és van a szoftver költsége, amit szintén hozzá kell rakni. Én nem ismerem a Respeechernek az árait, de el tudom képzelni, hogy azért ezt nem ingyen végzik el. Most az én projektemet félretéve ez egy drága fizetős dolog. Harmadrészt pedig szükség van hozzá egyfajta szakmai igényhez, ugyanis nyilván ehhez kell egy olyan szinkronrendező, egy olyan hangmérnök és egy olyan megrendelő, akiknek ez a közös igénye, hogy Gesztesi Károly visszatérhessen ebben a szerepben. Én támogatnám, hogy a Shrek az a Gesztesi legyen. Na, nekivágunk közösen, Szamár? Hogy ő lesz-e, vagy új magyar hangot kap a zöldogre, egyszer majd kiderül. Minden esetre a Respeecher mesterséges intelligenciája már biztosan megteremti számunkra a lehetőséget, hogy visszakapjuk Szakácsi Sándor, Selmeci Roland, Végvári Tamás, és még ki tudja hány felejthetetlen szinkron legenda hangját. A kérdés már csak az, kérünk-e belőle. Melyik mondat volt itt, hol, mi?